Izland az a hely, ahová csak igazi kalandorok indulnak útnak, hiszen egy barátságtalan, rideg és zord kép él róla az emberek tudatában. Pedig aki egyszer eljut a jégszigetre, egy varázslatos vidéket fedezhet fel. A betelepült vikingek, írek és kótok keveredéséből létrejött izlandi nép is, legyenek bár kevesen, nem cserélnék el hazájukat a világ egyetlen helyére sem. Kozma Cecília nyugdíjas kora ellenére gondolt egyet, és nekivágott a hatalmas kalandnak, hogy felfedezze a vulkánok, gejzírek és gleccserek világát. Izlandi utazásáról az Albert Falvi Közösségi Házban rendezett fotókiállítást. Tulajdonképpen a lányom volt 2 évvel korábban, és annyi szépet mesélt, és olyan lelkes volt, hogy aztán arra gondoltam, hogy na, ezt megnézem én is, bár azért ezeket a túrákat már ebben a korban mi vagyok, csoportosan ajánlják. Ő még túrázott a hegyek között. Óriási élmény volt, meg kell, hogy mondjam, mert sok mindenre nem számítottam. Legfőképpen arra, hogy az eső az bármelyik pillanatban szinte hihetetlen módon előkerülő felhőből elkezdhet esni. Ugyanúgy el is állhat. Az, hogy az emberek szinte láthatatlanok, olyan kevesebb vannak, csak a nagyvárosokban. Nagyvárosokban, hát ez is egy kérdés, hogy mennyi a nagyváros, mert egy 120 házas település az már nagynak számít. De minden infrastruktúrával ellátott, ott már moziterem van, ott már a legkisebb helyen, ahol néhány ház van, ott is a banki szolgáltatástól kezdve minden megvan, tehát nem kell izgulni. Vannak azért olyan területek, mi körbejártuk a szigetet, ahol azért télen problémás, de akkor helikopterek járnak, ha lehet. A távoli vidékek hangulatát Terzsi Katalin énekművész idézte meg, és segített lélekben is Izlandra utazni. Állok kül a tenger partján, mi lázok a vizeken, merre mentél, hova tűntél, te sokat tűnt idegen. Ide látszik itt a kánok, főszálló füst felege, őfeleség karja árpok, bód baj felett, s engem vele. Az izlandi út különleges programjai közé tartozott a jéghegyek közti hajózás, a friss láva mezőn sétálás, a gejzírek és óriási vízesések látogatása. De aki az északi tájra utazik, láthatja sütni a napot éjfélkor, egzotikus tengeri madarakat figyelhet meg, és ha szerencséje van, a bánalesen akár még meg is érintheti a világ legnagyobb emlősét. Az izlandi túrákon tapasztalt csodák napról napra nyűgözték le a csapatot, ahogy Cecíliát is. Jártunk azon a területen, ahol Armstrong gyakorlatozott, mielőtt a Holdra ment volna. Mindenki azt mondja, hogy nagyon kopár. És ez igaz is, mert rengeteg láva ömlött ki ugye az idők folyamán. Azokon ilyen vastag, nagy moharétegek, zöld, haragos zöld a sok csapadéktól, és ellát a szem a végtelenség szinte néha, de ugye közben jönnek azért hegyek is, de valahogy a kopárság dacára számomra megnyugtató volt. A tágasság, a szabadság érzését adta. Arról nem is beszélve, hogy én nagy fürdőrajongó vagyok úszáson, és rengeteg helyen van a feltörő gőz, forró gőzben fürdőjük. Sőt, így az út mellett is elmentünk olyan mellett, ahol persze tudni kell, mert van, ahol nagyon meleg a víz, úgyhogy azért mi nem mertünk volna próbálkozni, de ők tudják, a helyiek, akik vezetővel mennek, hogy hol lehet fürödni, és egyszerűen ledobják a ruhákat, aztán mennek fürödni, persze hát a nyári időben. De hát a nyár is egy nagyon kérdéses dolog, mert 15 fok volt augusztusban. Idén úgy hallottam,
hogy volt 20 fok is most augusztusban, de ez már egy extra, évek óta nem emlékeznek ilyenre. Ezek a nagyon sok ilyen gőzföl, és hát ezzel fütenek ezzel a gőzzel, bizony a kénes ilyen gőzkültők azok nagyon vidősek is tudnak lenni, és elég veszélyes is, hogy az ember hova lép, ha olyan területen jár. Izland, ahogy itt hallották az előbb, messziről jött idegenek vagyunk ezen a tájon. Ha elolvasták Cilinek az életrajzát, akkor tudják, hogy a Cili is messziről jött idegen a fotográfia tájain, mert villamos mérnökként vetődött a fotósok közé. Érdekes kanyarokat tehetett az élete, hogy végül is nyugdíjas éveibe. Szerencsére a 60 pluszba kötött ki, igaz, hogy már máshova is kacsingatott. Az életrajzát nem mondom el, de a kiállítás kapcsán, ami eszembe jut, azt hadd mondjam el. Izland nincs olyan nagyon messze tőlünk, ugye úgy tudom, hogy Berlinből 3 óra hossza repülővel, de ha ezekre a képekre nézünk, olyan különleges táj és olyan különleges atmoszféra csap meg bennünket, hogy mégis egy idegen távoli világnak tűnik. Azt szoktuk mondani, hogy akkor jó a fotó, ha többet kifejez, mint az a táj, kifejezi annak az érzéseit és gondolatait, aki készítette a képeket. Ilyen szemmel próbáltam végignézni a kiállítást már nem először, hogy mi motiválhatta Cilit arra, hogy egyrészt 15 fokos időben egy hétig barangoljon ezen a tájon, másrészt, hogy vállalkozzon a repülőútra, és a harmadik az még érdekesebb, hogy nőként merjen olyan helyeken is járni, ahol általában csak férfiak szoktak, azelőtt mondjuk, ugye? Mert nem akármilyen tájon barangolt a fényképezőgépével, imittam ott még veszélyes helyekre is eljutott, ahol nem igazán ajánlják a gyalogos túrát. A magyar felfedező csoport azon is meglepődött, milyen igényes a Kopár-sziget gasztronómiája, és mennyire egészségesen élnek az izlandiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen jókat fogok enni, tehát annyira jó a konyha kultúrájuk, hogy hihetetlen, de egyébként tényleg drága. Úgyhogy lehet, hogy az idegenvezetőnk az 5 évig ott élt, és teljesen beágyazódott Reykjavik életébe, ő az orgonistát akarta megszervezni, mert mindenkit ismer már, és ő mesélt érdekes dolgokat, de elég jól élnek, nagyon sokat sportolnak, mert azért ez az időjárás azért elég sok depressziós hangulatot is hozhat, és mindenhol lehetőség van, kialakítottak. Például állítólag több az autista gyerek náluk, mint máshol, és de ezzel nagyon komolyan foglalkoznak, létrehoztak központokat, ahol velük speciálisan foglalkoznak. Nem zavar őket, ha esik az eső, futnak, vannak alkoholboltok. Tehát nem lehet csak úgy venni alkoholt, állami alkoholboltok, meghatározott időben nyitva tartva, és általában hétvégén néznek a pohárfenekére. Hétközben munka van, önmegtartóztatás, sport, és akkor hétvégén. Amit már említettem is, hogy például olyasmit csinálnak, hogy unják már azt a nagy stresszes városi életet, ami körülbelül a 120 ezer főnyi városi élettől van, és kimennek 20-30 kilométerrel arrébb, egy ilyen láva szórt földnek a közepén van egy kis házikó, és ott töltik, ott pihenik ki a stresszes hetet például. Cecília azt is elárulta, a sok látnivaló és természeti csoda közül melyik volt számára a legemlékezetesebb. A bálna les, mert sokan mondják, hogy nagyon jó a bálna les, ja, és a jég, a gletszer. A gletszer, mert fölmentünk a gletszerre, ott is sétáltunk. A bálna meg nekünk bejött, mert egy bálna kísért bennünket hosszú úton, produkálta magát.
de hát azért a jég látványa, a gleccserek látványa azért az csodálatosabb volt, azt hiszem mégiscsak. Na, mindig nagyon szerettem utazni Magyarországon is, most jöttem meg Cákról például, a Volona-pincéket fotóztam, tehát nagyon szeretek, és nagyon szerettünk családilag is utazni. Nem, az, hogy Izlandra mentem, az rendkívüli, mert azért az egy, nem is a férjemmel utaztam, hanem egyedül, mármint egy csoporttal, de egyedül, és ez egy nagy vállalkozás volt, egy nagy kíváncsiság volt bennem, hogy milyen is lehet ez. És ahogy sejtem, mindig magánál van a fényképezőgépe. Mindig nálam van. Most nincs, de most megkértem valakit, hogy csináljon néhány képet. De nagyon jól érzem magam itt a 60 plusz fotókörben, nagyon jó a közösség, nagyon jó, és inspiráljuk egymást is. Tulajdonképpen én 5 éve fotózom csak, mert addig minden más képzőművészeti dologgal foglalkoztam, 5 éve, és tulajdonképpen a fotókör is körülbelül 5 éve van meg, és a digitális technikát tanuljuk itt. Előadások vannak, pályázatokon, hát nem mindenki, mert mindig újabb emberek is jönnek, de ez nagyon jó, mert hát végül is átadják, akik tudnak a tudásukat már a többieknek. Ámen Zsóka erre figyel, hogy a fiatalabb, akik már idezőben fiatalabbak, akik a fotózás tudás terén fiatalabbak, tehát nincs olyan tapasztalatuk, azok is megkapják az instrukciókat. És néha kicsit többet, éppen ha elhatároztuk, kicsit többet fogunk együtt kirándulni szeptembertől, talán összejön. Mindig van, aki elvállalja, hogy egy-egy előadást tart abból, amit ő tud a digitális technikában. Kompozícióalkotás, vagy a fények, színek. Már réteg technikát is tanulunk, úgyhogy már nagyon-nagyon próbálkozunk. A társaság, hát tulajdonképpen nyugdíjasok vagyunk, mind, de aktív nyugdíjasok. És néha például ebben az évben egy kicsit olyan agilis és jókedvű fiatalos nyugdíjas csatlakozott hozzánk, hogy biztos, hogy nagyon fognak haladni előre ők is. Jól érezzük magunkat együtt. Most is itt vannak néhányan, eljöttek. Pedig már látták a képeim nagy részét, mert hát sok képet megmutatunk egymásnak.